Volt egyszer egy hidegháború. A hidegháború kifejezést 1945. október 19-én használta először a Tribune című angol hetilapban a 20. század szellemi óriása George Orwell a Te és az atombomba című írásában. Az Állatfarm és az 1984 című regény jeles írója megjósolta, amennyiben az atombomba 2-3 szörnyetek szuperbirodalom kezébe kerül, különös patthelyzet jön létre, amely a világ felosztásához vezetne. Orwell intuíciója elképesztően precíznek bizonyult. A nagy angol író mintegy előre vetítette, hogy véget érhet a hagyományos nagyléptékű háborúk időszaka. Egy olyan béke végtelen meghosszabbítása következhet, amely igazán nem is azonos a békével. Sztálin összeomlik a nagy világégést követően. Kedves nézőink, a hidegháború története, ez egy folyamat. Ez a második világháborúnak sokban, sőt a második világháború előtti átmeneti időszaknak a folytatása. És mégis a történelmi személyiségeknek óriási szerepe volt abban, hogy 1945-ben már tobzódott az év végén felé a hidegháború előszele, és 1946-ban, ha egyáltalán ezt a kifejezést használhatjuk hivatalosan is, Sztálin moszkvai beszédével, Churchill fultoni beszédével, Truman amerikai elnök számos intézkedésével megindult, megkezdődött a hidegháború. Rózsakertben harmonika ját, és egy édes vidám nóta szál. Sok-sok álom most valósággá válik, katyúsa egy fiút hazabált. Sok-sok álom most valósággá válik, szép katyúsa egy fiút hazabált. Először is Sztálin elkeseredve tért vissza Potsdamból. Neki nem sikerült elérni, bár az ő fő diplomatája és tárgyaló embere, Vjecseszláv Molotov valahogy elügyetlenkedte részint az egészet. Talán akkor még lehetett volna valamit kihozni, mielőtt a Szovjetunió nem avatkozik be a Japánnal szembeni háborúba, és miután az Egyesült Államok nem veti be az atombombát. Molotov fölvetette Edennek, az angol külpolitika irányítójának, hogy a Szovjetunió igényt tart Törökország némely tartományára, ezeket grúzok és örmények lakják, és hát Molotov arra hivatkozott, ott volt egy szörnyű mészárlás az első világháború idején, tényleg nagyon sok örmény elpusztult, és hát az örmény nép és a grúz nép, ők a Szovjetunió részei, hát soha nem egyezik abba bele, hogy a török határok megváltoztak az első világháború legvégén, amikor a Szovjetunióba kitör a bolsevik forradalom, ezt nevezhetjük pucsnak is, nevezhetjük átalakulásnak, nevezhetjük a cári birodalom szétesésének, ez adott esetben részletkérdés, és akkor Törökország előre nyomult és elfoglalja Kárszt, nagyváros, Ardagánt, még az 1850-es években is folytakott a krími háború, nagyon nagy harcok, és Törökország módosít kaukázusi határain. És utána jött Törökországban a forradalom, Kemal Atatürk vezetésével, részint pedig háború az Antant országokkal szemben, mert Kemal nem fogadja el a párizsi békediktátumot, és akkor a Szovjetunió vezetése jelesül Lenin, de Sztálin is, aki a nemzetiségi kérdés egyes számú felelőse volt, de Trocki is, aki a Vörös Hadsereg élén állt, elkezdenek meglehetősen cinikusan lamentálni, hogy nekünk sokkal fontosabb Kemal Atatürk, ő Anglia ellen küzd, Anglia pedig a fő ellenségünk, a türk népet, a pántürkizmus is egy kicsit úgy összép fut Törökország területén. Miért kell nekünk az a kisebb grúzok lakta, örmények lakta, stratégiailag ugyan nagyon fontos törökországihoz csapódó terület,
feladjuk ezt, és támogatjuk katonailag, és munícióval, és szakértőkkel Kemal Atatürk török hadseregét. Sztálinnak nagyon nehéz volt a régi döntését visszacsinálni, nevetséges volt szinte az első világháború legvégén, a szovjet-oroszországi polgárháború idején az ottani területi átrendezés. Én beszéltem egyszer Trocki egyik fontos követőivel, Iván Vracsovval. Barcelonában beszélgettünk, ő túlélte a rendszerváltást. A legidősebb szovjet politikus volt, és Sztálin egyetlen egy riválisa, aki a gulág, a börtönök és hát a hosszú-hosszú évek ellenére életben maradt. És fölvetettem neki azt, hogy itt vagyunk Barcelonában, egy Sztálin konferencián, és háborog az itteni örmény populáció, népes populáció van itt, és tüntetni akarnak, mivel Oroszországból, a Szovjetunió legnagyobb utódállomából ide jöttek előadók, és hát még tüntetni is akarnak, micsoda disznóság, akkor éppen folyt az összeütközés, a fegyveres összeütközés Azerbajdzsán és Örményország között. Micsoda disznóság volt annak idején, hogy az örmények lakta hegyi Karabah úgy, ahogy Azerbajdzsánhoz, igaz, hogy szovjet Azerbajdzsánhoz, és nem szovjet Örményországhoz került. És hát Sztálin ennek a felelőse. Úgy nevetett Vracsov, gurgulázott a nevetéstől, fel is szólalt másnap ebben a kérdésben a konferencián, és hát nem aratott osztatlan sikert. Azt mondja, nem Sztálin volt az igazi ludas, én voltam. Ez az én javaslatom volt. Én voltam a Bakuba bevonuló szovjet hadsereg fő politikai komisszárja és a helyi pártitkára Kirovval, aki később Sztálin utasítására ugye szörnyű halálhat, lelőtték mindegy kutyát 1934-ben Szmolnyi folyosóján, de ez egy későbbi történet. Kirov és én, a két orosz összeültünk és elkezdtünk lamentálni. Itt van a hegyi Karabah, amely teljesen örmények által lakott terület. De inkább tartozzon az ipari Bakuhoz, mint a parasztok és kiskereskedők által lakott Örményországhoz. Fogtam így a fejemet, hogy hogy történtek a dolgok. A személyiségnek megvan a történelmi szerepe, bár ez a szerep nem mindig domináns. Na most Potsdamban Sztálinnak nem sikerült akkor sem Észak-Iránt hivatalosan megkaparintani, sőt az angolok és az amerikaiak ragaszkodtak ahhoz, hogy miután véget ér a háború, akkor a fél évvel később a szovjet csapatok vonuljanak onnan ki, cserébe a kisebb amerikai garnizónok és a nagy angol armádia is kivonul Iránból. Az angoloknak hagyományosan megvannak a különböző fogások, módszerek, hogyan lehet megszerezni később is az iráni olajkészletet. A Szovjetunió pedig arra törekedett, hogy megszerzi az úgynevezett Dél-Azerbajdzsánt. Mert Dél-Azerbajdzsánban nagyon népes, sok milliós populáció élt, és Sztálin tervei szerint az azeri szovjet köztársaság egyesül majd Dél-Azerbajdzsánnal. Azon kívül Irán észak-nyugati részén volt egy kompakt kurd lakosság. És Sztálin ugyancsak arra törekedett, hogy ez a Kurdisztán, az iráni Kurdisztán kikiáltja majd a függetlenséget, oda is bevonulnak szovjet csapatok hosszú időre, és ki tudja, hát ha onnan be lehet törni Irakba, majd ha úgy alakul a helyzet, majd ha nemzeti felszabadító mozgalom bontakozik ki, Sztálin a legnagyobb titokban tartotta ezt a tervet, és ő nagyon átsingozott az olajban gazdag Moszulra. És ott vannak még a törökországi kurdok, egy nagy Kurdisztán is, jól jött volna Sztálinnak.
mérhetetlenül akart terjeszkedni. Nem kalkulálta be igazán, hogy a Szovjetunió és ezen belül a szovjet népgazdaság romokba hevet. Sztálin még gabona készletekkel is politizált. Éhezett a szovjet lakosság. 1946-47-ben majdnem 1,5 millió ember pusztult ki. Ez nem volt úgy egy mesterséges éhínség, mint az 1932-34-es ukrajnai éhínség, de mégis sporadikusan haltak meg az emberek, de főleg Dél-Ukrajnában és Moldávia területén, részben a Volga vidéken. Hagyományosan gazdag, gabonában gazdag területek, de hát a háború után, mint mondottam, volt a Szovjetunió romokban hevet. Sztálin nem törődött ezzel, és a gabona készletnek közel egy tizedét elkótyavetyélte, mégpedig úgy, vagy nagyon olcsón, vagy ingyen felajánlotta Indiának, amely törekedett akkor a függetlenség kivívására, felajánlotta Csehszlovákiának, mégpedig pár héttel született ez a döntés az ottani parlamenti választások előtt, és persze, hogy a kommunista pártnak ez nagyon kedvezett, de még Benes elnöknek is, olyan értelemben, hogy Benes megint megérezte azt, hogy jobb azért a Kremlhez csapódni, és nem annyira Angliához, bár nagyon szoros angol kapcsolatai voltak, és kezdte kiépíteni Benes az Egyesült Államokkal való kapcsolatokat is, amelyek a II. Világháború idején valahogy trapára kerültek. És még küldött Lengyelországba is gabonát, nem sokat Sztálin, és küldött rengeteget Franciaországba. Elképesztően érdekes politika ez, egy népellenes politika, valljuk be. Te büszke kozák, az vagy, aki voltál, miért jössz te hát, most újra felé. Te hegyke kozák, egy kedves szót hozol, Sztálint ilyen-olyan csapások érik, és neki dönteni kell, vagy harmadik világháború egy romokban heverő országban, ahol a lakosság tényleg jelentős része gyűlöli már a háborút, mert nagyon sok férfi elpusztult, és szinte minden szovjet családban van egy privát halott, vagy még több, sokkal több a nő, mint a férfi. Itt is egy ostoba döntést hoz Sztálin. Csak olyan nőt, aki szül gyereket, de nincs férje, vagy a fronton elesett, vagy pedig hát úgynevezett törvénytelen gyerek az illető, csak azokat a nőket lehet támogatni, akik hivatalosan kötöttek valaha házasságot, mert az összes többi gyerek az törvénytelen, és az lényegében másodrendű állampolgár. Sztálin megszünteti a koedukált oktatást, bevezeti a cári gimnáziumok hallgatóinak mintájára az egyenruhát a szovjet iskolában. Egy ideig, de nem végig, még pénzbe is került az egyetemi képzés, minimális pénzbe, de mégiscsak, és a iskolai oktatás. Lehetett kérni persze különböző segélyeket, ezzel kapcsolatban a szociális segélyek, ezek nagyon jelentéktelenek voltak, és azon kívül Sztálin elrendelte, ezt is a cári környezetből vette lényegében, hogy amennyiben az ő apparátusa, a középvezetők, a felsővezetők, a tábornoki kar tagjai nem kötnek házasságot, vagy nem törvényesítik az előző házasságokat, mert a 20-as és részint a 30-as években nem volt divat, egyházi esküvők nem voltak már a topon, és nem volt divat házasságot kötni hivatalosan, akkor ezek a házasságok érvénytelenek, és akkor mindenki nem ússza meg, akkor ennek következményei lesznek. Alekszej Szurkov híres költőtől, Sztálin-díjas költőtől, Sztálin egyik kedvencétől,
az ő híres második világháborús lírai dalát tényleg mindenki énekelte az országban, mesélte, hogy 1920-ban elvette a feleségét, de úgy nem törvényesen, de egy csodás házasság volt, feleségének írta ezt a dalt, hogy ő kint van a fronton, és ő meg a hátországban is mennyire vágyik haza, de küzdeni kell, és neki szaladni kellett az utolsó napon, mielőtt ez a sztálini rendelet lejárt volna, nehogy baja essék, mert már megüzentek neki, hogy nem veszi el a feleségét, akkor neki el kell búcsúzni a Pravdában, a Pártlapban viselt magas beosztásával, el kell neki búcsúzni a Szovjet Írószövetség élén betöltött nagy szerepétől, ő egy senki lesz másnap, szaladtabb, mint az őrült, Sztálin őrült meg, és nem én, mondotta volt nekem Alekszej Szurkov valahol a Balaton parton, amikor itt üdült az 1970-es évek elején. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой.1945. szeptemberében Sztálint néhány kisebb sztrók éri. Orvosai, köztük Vinogradov professzor, a jobboldali környezetből jött, kiváló tudós, aki nyugaton tanult, aki Moszkva legjobb klinikáiban praktizált, aki monarchista volt szívemén, és egy hatalmas képgyűjteménnyel rendelkezett, előkelő embernek számított Moszkvában, és Sztálint kedvence volt, picit előre szaladva 1952-ben Sztálin, mint az Intelligent Service, az angol titkos szolgálat emberét, de hogy volt az, letartóztatja a Vinogradovot, aki kezelte őt, 52-ben börtönbe került, és 53-ban pedig Sztálin majd hogy kivégezteti őt, de hát meghal közben. Nos, ez a Vinogradov professzor újabb gyógyszert ad Sztálinnak, aki nem tud aludni, ópiumot kell neki cseppekben szedni, akkor ez nem volt még drog, kisebb mennyiségben elismerték, hogy ez egy gyógyszer. Német mintára ópiumot, felmerült az, hogy Sztálint kokainnal is gyógyítják, vagy pedig más narkotikumokkal, végül pedig a klímaváltozásra gondolt Vinogradov doktor, és akkor Sztálin leköltözik, nagyon nem szívesen, leköltözik a Fekete-tenger partjára, és Ötök néven működik akkor a Szovjetunióban, Sztálin vezetésében egy titkos grémium. Lényegében ez a grémium Sztálin híveiből áll, legközelebbi munkatársaiból, már beszéltem róluk, Anasztász Mikoján, aki a hadipart, aztán majd később a külkereskedelmet irányít, lényegében az egész szovjet gazdaságot, de nagyon ravasz, nagyon okos örmény politikus, Sztálin feleségének a barátnője volt, az ő felesége, Mikoján felesége, Asher Mikoján. Sztálin szereti Mikoján, de ugyanakkor itt tartja a kést a nyakán, a II. Világháború idején letartóztatják Mikoján két fiát, azzal vádolják őket, hogy benne voltak a Kreml gyerekeinek, vagy a szovjet elit gyerekeinek egy ilyen törvénytelen, félfasiszta összeesküvésében, persze az egészből semmi nem igaz, de szabályosan megjárták a Lubjánka börtönt. Sokat beszélgettem erről Szergó Mikojánnal, 13 évesen került a börtönbe, és hát a legnagyobb tortúrának volt az áldozata. Na most Mikoján volt az Ötök egyik oszlopos tagja, mellette pedig az Ötöket nem irányította, de bizony Sztálin távollétében lényegében irányította, papíron legalábbis Vjacheslav Molotov, róla nem kell sokat beszélni, ő volt a szovjet politika, külpolitika egyik legfontosabb irányítója. Lenin alatt már a Központi Bizottság titkára volt, Lenin emelte őt ki, de Sztálinnal jó barátok voltak az 1910-es évek óta, és Molotov a két világháború között elég sokáig a szovjet kormány, a népbiztosok tanácsa élén állt. De Sztálin
Molotovban nem bízott teljesen, mert a háború előtt már Zsemcsúzsina asszonyt, Polina Zsemcsúzsinát, Molotov feleségét vegzálta, nagyon szerette korábban, szinte otthon érezte magát Sztálin nyaralójába, miután Sztálin felesége vagy öngyilkos lett, vagy esetleg a férje hát hozzásegítette az, hogy áttegye székhelyét a túlvilágra. Nem cinizmusból mondom ezt, ezt soha nem fogjuk megtudni, no, de mindegy. Miután Nadezhda Halilujeva, Sztálin felesége öngyilkos lett, a testvére által neki odaadott pisztolyával főbelőtte magát, akkor Polina Molotova egy ideig, félig meddig irányította az árván maradt két gyerek, Vasili és Svetlana nevelését. És hogy nem, 1939-1940 háború előtt közvetlenül Molotovnak óriási szerepe van Sztálin mellett, és Zsemcsúzsina, aki halipari népbiztos, tehát tagja a Sztálin által irányított Szovjetunió kormányának, amely kormánya élén akkor még a férjel, leváltják őt, megteszik a kölni előállításával, hát foglalkozó tröszt vezetőjével, hát ez sokkal kisebb beosztás, de hát Zsemcsúzsinának van lehetősége akkor egy kicsit háttérbe szorulni, de Sztálin akkor is körülveszi ügynökökkel, nem bízik benne, és kémnőnek tartja, annál is inkább, mert neki van az Egyesült Államokban két testvére. Ezek a zsidó kivándorlási hullámmal együtt még a cári időszakban kimenekültek az Egyesült Államokba. És az ötöknek tagja még Béria főrendőr, ő belügyminiszter, nem a politikai rendőrség feje már, átmenetileg. Béria emellett még az később úgy hívtuk ezt, hogy ipari katonai komplexum, de lényegében a nehézipar és a szovjet hadipar felügyelője, plusz ő ellenőrzi az ügyészséget, a rendőrséget, az állambiztonsági szolgálatokat, tehát lényegében Sztálin jobb keze, ami az erőszak szervezeteket és a hadipart illeti. És az atomprogram, a szovjet atomprogram irányításáért is ő a felelős. És ott van végül Malenkov, nagyon érdekes családból származott, az egyik ágon papok vannak a családjában, a másik ágon pedig admirálisok is, vannak rokonai, akik a bolsevik mozgalom sűrűből vétettek, és ismerték Lenint és feleségét, Krupszkáját, és az ő felesége pedig egy művelt asszony, az 1920-as évek vége felé a Sztálin titkárságon dolgozik, és a férjét, aki nála a fiatalabb, és aki egy ilyen eléggé nyámnyiló embernek tűnt akkor, később derült ki, hogy ez egy kegyetlen ember. Ő nem csak aláírta a különböző halállistákat, ő nem csak kihallgatta a Sztálin riválisait, a különböző magasrangú tisztségviselőket vidéken, egész pártszervezetek vezetését lekaszálta, és Moszkvában is. Ő nem csak döntött káder kérdésekben, mert 1937-ben a terror kellős közepén Sztálin őrábízta a különböző titkos kartotékok kezelését. Fél őrült, de rendkívül értelmes titkára van, Dmitri Szuhánov, beszélgettem vele nagyon sokat, készítettem több órás oral history interjút, és Szuhánov azt mondta, hogy mi döntöttük el. Például, hogy a grúziai pártszervezet vezetője Béria lesz Jezsov, Sztálin által már nem kedvelt, belügyi népbiztos utódja, öt ember közül kellett választani nekünk, és mi készítettünk egy úgynevezett objektívkát, vagyis egy ilyen előre kiképezett feljegyzést Sztálin elvtárs számára, miután Malenkov elvtárs, az én főnököm kikémlelte, hogy Sztálin azért Bériára gondolt, de azért más emberek is szóba jutottak akkor. Na most Malenkov, Béria, Molotov és Mikoján az ötök tagjai, Sztálin pedig az ötök vezetője, és Sztálin elmegy a Fekete-tenger partjára, ott hagyja a négyeket, irányítsák csak ők az országot, de majdnem minden nap repülőgépen egy futár érkezik az összes fontos dokumentummal, mert hiába könyörgött Vinogradov doktor Sztálinnak, hogy hagyja már abba a munkát, ő nem bízott senkivel, nem hagyta abba a munkát, és állandóan azon törte a fejét, hogy közeledik egy újabb furcsa háború, Churchill később úgy ír erről, mint hidegháború, és állandóan azon törte a fejét, hogy mi legyen.
visszavonulót kell fújni egy-két-három jelentéktelenebb területen, vagy pedig nyomulni előre. Sokban ez a Fekete-tenger partján dőlt el. Ennek következményei lettek, ami a Szovjetunió lakosságát és a szűk szovjet pártvezetést illeti. Szép jó rózsa, kis csokorba fony, égő szíve, jaj, de kalapán, mindig zengőbb és csengőbb lesz a nóta, szép katyúsa egy fiú hazavár. Szép katyúsa egy fiút hazavár.